Szép jó reggelt kívánok, szia! Szia! Látom, hogy gyönyörű szép zöldségek sorakoznak itt. Beszélni róla egy picit, hogy miket látunk, de hát felsorolni azt hiszem, hogy nem lenne rövid. Nem a teljességre törekedni. Ilyenkor azért javarészt import termékeink vannak, de azért egész évben próbálunk javarészt hazai termékekkel foglalkozni. De nyilván ez télen nem megoldható, úgyhogy import. Igen, hát gyermekkoromban emlékszem, hogy azért sokkal szezonálisabb volt ez a dolog, hiszen azt gondolom, hogy télen nem is nagyon láttunk paprikát, vagy éppen paradicsomot, ez manapság már eléggé megoldott. Mindig ugyanazoktól a beszállítótól szerzitek be az árut? Hát megvannak az állandó beszállítóink. Most az import dolgokat Padovából hozzuk, ott is megvannak, akiktől vásárolunk, illetve vannak hazai termelőink, akiktől vásárolunk egész évben. Szóval a lényeg az, hogy a bevált dolgokra törekedte, gondolom, hiszen fontos a minőség. Hát én kívánom, hogy nagyon nagy forgalom legyen itt ma is, nagyon sokan keressenek meg. Ez egy kívánság műsor, egy dalt kérhetsz nyugodtan, igen, hogyha szeretnél. Szeretném kérni névnapom alkalmából Nótán Mérinek a Szoszi van című számát. Hát Isten éltessen sokáig, akkor nagyon boldog névnapot kívánunk a most következő Nótán Méri dallal.